volt egy pár hónap, amíg, a, amíg a, az utcán éltem hajléktalanként. Mindig ide-oda csapódtam, meg mindig másoknál csöveztem, meg mindig túlkoros voltam, meg mindig olyan éhes voltam, hogy azt sem tudtam, hogy hol fogok aludni, stb. Innen jönnek ezek a poénok, hogy 36-tól 43-ig minden jó a lábamra, minden cipő. De hogy, hogy, hogy ezek szerintem jók, tehát hogy mindenkinek van az életében szerintem húsz év, még ha az batyuként is lehet értelmezni az embernek a keresztje, de mondjuk az én életemben ez a húsz év hatott a legmegtermékenyítőbb módon. Tehát hogy ez minden kincsem, és ebből kell a legjobbat vagy a legrosszabbat kihoznom. Amikor az éle száll, felerősödnek az érzések. Emberek milliói tekintenek a semmibe, vagy inkább alszanak, hogy meneküljenek az érzések elől. De van, aki tudja, hogy a vers segít. Kimozdít a mélypontból, kimondja, amit nem merünk, és megmutatja, hogy nem vagyunk egyedül. Minden alkalommal egy ismert vendég mesél egy vers kapcsán az életéről, és arról, hogy mit a világról. Csak őszintén. A sorok között túl Ma Bagi Ivánnal találkozom. A legnehezebb időszakról, az állami gondozásba kerülésről, a hajléktalanságról és a versek adta kiútról épp úgy beszélgetünk, mint arról, mennyire könnyű vagy mennyire nehéz neki társat találni, és hogy nincs árnyoldal -e árnyoldala annak, hogy nyíltan vállalja politikai értékrendjét. Karinti Frigyes óta is tudjuk, hogy a humorban nem ismerünk tréfát. Aki komolyan veszik a humort, azok tényleg viccesen és életre valóan tudnak élni. Ezt próbálja megmutatni az a páros, akinek a neve szinte egy évford, és néha egyként is emlegetik őket, Bagi Iván és Nacsa Olivér. Olyannyira, hogy az életük is regényes, Bagi Ivánnak annyira regényes az élete, hogy ő maga is a szép irodalom rabjává vált. Vele fogok most beszélgetni. Örülök, hogy itt van a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm, hogy meghívtam. Nem kevertek még benneteket össze, vagy nem emlegettek még úgy, hogy itt van Bagi nacsa, vagy Nacsa Bagi? Nem, mindig összekevernek. Hát csak annyi, hogy őt Baginak hívják, engem meg Nacsának. Valószínűleg ez már így marad. Hm, de azért mindenki, mindenki, tudja magáról, hogy egyébként hová tart és hogy mi az élet célja, mert hogy annyira nem összekeverhető a két ember, tehát ti annyira nem vagytok összekeverhetők, hogy lényegében teljesen más attitűddel, más, más hogy a felfogással élitek egyébként a világot, hiába vagytok együtt a pódiumon. Ez, ez, egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert valójában úgy érzem, hogy közben pedig sok mindenben hasonlítunk. Tehát, hogy valahol azért az Oliver is egy bohém művész, bármennyire is úgy tűnik, hogy felhagyott a szakmai kötöttségekkel és, és a producerkedés útjára lépett. Szerintem azért ő is mindvégig egy, egy, egy művész élek marad. De tényleg, hát attól működik jól a páros, hogy nem ugyanazt mondjuk, nem ugyanazt csináljuk, és ez a, a köztünk meglévő termékeny túlfeszültség, ez, ez mindig is jól működött a színpadon. Szerintem ez volt a motorja a mi párosunknak. Egyébként jól vagytok együtt? Persze. Miért kérdezed? Hát azért, mert hát ugye az, a közös munka, vagy az állandó, folyamatos meg gondolkodás az olyan, mint egy házasság. Tehát az emberben nyilvánvalóan van egyfajta, hogy mondjam, feszültség, vagy bármi. Ez, ez teljesen normális dolog. Azért kérdezem, hogy mennyire tudtok úgy együtt dolgozni, hogy mondjuk húsz évvel ezelőtt. Szerintem egyre jobban. Tehát, hogy megszoktuk egymást, kitapasztaltuk a másik rigójáit. Szerintem jól kijövünk most már egymással. Meg elfogadjuk azt, hogy, 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 nagyon sok mindenben mások vagyunk. Szerintem most már jól működik a dolog. Nagy szabadságot hagyva egymásnak, de soha nem téveszén én elől azt a vitathatatlan tényt, hogy a baginacsa az a fának a törse, és abból nőnek ki az ágak. És szerintem ez nagyon jól működik. Verebes István, Sóbert Norbi, Pataki Attila és Orbán Viktor. Hogy mi a közös bennük? Minnyáján ugyanonnan szólnak, tőről fakadnak. A Baginacsa parodista páros tagja, Bagi Iván képes hangot adni a karaktereknek úgy, hogy néha jobban szólnak, mint az igazi. Iván nem véletlenül lett ilyen kreatív. Gyerekkorában sokszor volt arra szüksége, hogy fantáziavilágban éljen meg különböző élethelyzeteket, és a humort használva tegye könnyebbé az életét. 1976-ban született édesanyja szeretői kapcsolatából, majd állami gondozásba került, élt a Fóti gyermekvárosban is. 10 évesen a nővére vette magához, majd a bátyjához került. 19 évesen néhány hónapig az utcán élt. Szerencsére sokan látták benne a lehetőséget és segítették. Volt, hogy maga farkasházi tivadar járt el a szülői értekezleteire. Nacsa Oliverrel nagyon fiatalon, még 1995-ben ismerkedett meg egy házi buliban. A többi már történelem. Az elmúlt 25 évben legalább 250 önálló sómisort készítettek, többek között a média cápát és persze a bagina 2005-ben az 50 legsikeresebb magyar fiatal közé választották. Megkapta a karinti gyűrűt, de nem csak a paródiákról híres, regényeket és verseket is ír. Hú, mindjárt varázsolok. Sosem tudod, hol kér a nap, hogy merre van kelet. De azt tudod, hogy mindjárt folytatjuk. És azt tudod, hogy jön egy másik adás? Feliratkoztál? Ne különben nem látod. Nyomd a csengőt. Nem akármilyen körülmények közül jössz. Intézeti gyerekként nőttél föl, ez pontosan hogy volt úgy a te életedben, hogyan élted ezeket a bizonyos pillanatokat meg? Mert ebben volt, volt aztán hullám egy hullámvölgy bőven. Hát ez egy bonyolult dolog. Tehát ugye anyukám a szíjátriája. Szíjátrián feküdt, illetve be is járt a szíjátriai osztályra. Ő nem volt alkalmas a gyereknevelésre, a testvérem egyébként szerencsésebbek voltak, féltestvérek vagyunk, anyukán közös. A Fóton voltam, Zsámbékon, Budaőse, meg még egy helyen, de annak sajnos a nevére nem emlékszem. Kilenc és fél éves koromig, és aztán a nővérem, mivel ő 15 évvel idősebb, mint én, ő magához tudott venni. Ő Szegeden volt segédtanár a, a, a Jatén, az angoltanszéken. Ő, ő sem volt egy született ősanya, 16 éves koromig ö, vele tudtam élni Szegeden. Ö, 17 éves koromban ő sajnos diszidált Hollandiába, és ezért én Pestre kerültem a bátyámhoz. Tehát a bátyámnál még, még a, annál is rosszabb volt, mint amilyen rossz volt a nővéremnél. Tehát onnan is mennem kellett, de onnan már sokkal hamarabb, tehát onnan egy éven belül távozom kell. Tehát, hogy én ezt nem bánom, mert sokat éltem. Lehet, hogy feléltem a jövőmet, ami az életerőmet illeti viszont nagyon sokat adott. Tehát ez, ez minden kincsem. A Fóti gyermekvárosban nőttél végül is föl, de onnan azért téged próbáltak elvinni szülők, vagy ilyen próbaidőszakok voltak, nem? Voltak próba elvittek. hétvégék természetesen, amikor különböző jó módú családok, de gyerektelen családok próbáltak az örökbefogadás jegyében próba hétvégékre elvinni gyerekeket, és megnézni, hogy, hogy, hogy van-e összhang köztük. Sajnos ebben nem volt szerencsém, bár többen is elvittek, de végül nem fogadtak örökbe, pedig jobban jártam volna, mint ami aztán később történt. Illetve anyukám is időnként, amikor a szíját hiányról kiengedték, akkor magához vet, de, de sajnos nem bírtunk egymással, és ezért azt találta ki, mivel volt Budaörsön egy magánintézet, a Bodnár mamának hívták ezt a, ezt a hölgyet, aki, aki ezt a magánintézetet vezette, de oda akkor időnként beadott. Vagy nem is időnként, végül egyre hosszabb időkre. Tehát ott, ott ragadtam aztán. Mennyire hagyott ez benned mély nyomot? Tehát mennyire határozta meg egyáltalán a személyiségfejlődésedet is, meg, meg alapvetően a munkásságodat is? A Mondod, a humorban ugye egy csomó mindent fel tudsz használni, ami annak idején persze keserves volt, de hogy, hogy megmaradtak olyan momentumok, amikkel akár még a mai napig álmodsz, vagy, vagy előjönnek -elő előelőjönnek bizonyos szituációban? sokáig megvolt ez a reflex, hogy ha valaki hirtelen mozdulatot tesz, akkor reflexzelen elkezdtek védekezni, ugye, mert a nagyon sok gyerek jutott egy-egy nevelőre, futon, és ezért jobb hián kénytelenek voltak a gyerekeket elverni, megverni. De rendszeresen? Uh, rendszeresen, rendszeresen persze. A múzós volt Hát igen, a... de nem, nem, nem tudtak mit csinálni, túl sokan voltunk. Más fegyelmezési módszer vagy más lehetőségük nem volt erre. De de hogy mondjam, szerintem, tehát hogyha az alaptermészetemet nézzük, akkor szerintem ez pont jó. Tehát, hogy én ilyen drámai alkat vagyok, talán egy kicsit a szélsőségek embere, meg szokták mondani, hogy nagy lelkem van, vagy, 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 vagy nagyon rossz élek vagyok. Szerintem ez, ez pont jó, tehát hogy, hogy minden, ami történt, az, az, az nekem végül is jól jött. Tehát, hogy, hogy sorszerű volt, ez biztos, hogy, hogy így volt megírva, ezért nem bánom. Meg nem is feltétlenül kell mindig azon lamentálni, hogy hogy mi maradt meg ebből, és mi nem, mert, mert ez van is kész. Tehát ez egy olyan adottság, amin az ember nem tud változtatni, de amiből nagyon sok jó dolog tud elágazni. A szüleid mennyire kísérték egyébként az életedet nyomon, tehát figyelemmel, vagy egyáltalán neked, mennyire voltak ők jelen a te? Gondolkodáspontodban az is kérdezem, hogy az apukáddal való kapcsolatod azért visszatért az életedbe. Igen, az egy nagyon jó időszak volt. Azt kell tudni, hogy tíz éves korom után koordináltak a hátam mögött a nővéremmel, hm. és, és valószínűleg apukám érdeklődött és szeretett volna találkozni. A nővérem ezt mindvégig rossz ötletnek tartotta. Aztán az első találkozás nem is sikerült, jól, hiszen apukám nem az a típus. Kicsit úgy képzeld el, Furcsa elképzelései voltak magáról, de úgy is elkedett, mint a, a jockey a Dallasból. Tehát ő nem tudta, hogy hogy kell egy, egy kis gyerekkel szót érteni. Néhányszor még találkoztunk, de ez iszonyúan rosszul sikerült. Volt egyébként egy baratoni emlék is, nálam mindig sokadika volt, mert rosszul bánt a pénzzám, és tehát egy könnyelmű, bohém természetű, megrögzött taglegény volt aki egyébként nagyon jól értett a, a, nők nyelvén, és abban maradtak, hogy két hétre megyünk a Balaton Almádira szót üdülőbe, akár nyaralni együtt. Nyilván ez egy, ez egy, morbid ötlet volt, ez hamar kiderült. és annyit kért, hogy arra a két hétre első tartásdíjat hadd kapja meg. Megérkeztünk oda, de nagyon hamar elment minden pénz. Akkor azt csináltuk például, hogy nem volt a Sandra pénzünk, ezért a, De mit a, elitta, a szabas elitta, mit sétált, mit történt? valószínűleg, uh -huh. tehát hogy nem betette meg az italt, bár kultúrált fogyasztó volt, <laughs> szabas strandról sétáltunk át a fizetős strandra, fejünk fölé emelve sok-sok cuccunkat, és úgy gyalogoltunk át, hogy ne kelljen beugrót fizetni. És akkor már annyira elegem volt belőle, meg egy tíz éves kis fiúnak szembesülni az, hogy a apja nem is alszik a szállodai szobában, hanem valami elmegy csajozni, meg éjszakai bárba, stb., hogy felhívtam a nővéremet, és akkor meglátogattak minket, és elhoztak három nap után, mert annyira elviseltetlen volt apukámmal az élet ott De amilyen ő akkor volt, azt én gyerekként nem tudtam sehogy sem értékelni, viszont 22 éves koromban ismét jelentkezett, és azt mondta, bár sosem hitte bele egyik szabát sem, mert na mindegy, szóval, hogy ilyen ős ellenség volt az én életemben, de azt mondta, hogy gégerákja van, halálos beteg, és szeretné az utolsó szavait elsuttogni. Akkor ezt nyilván gúnyosan fogtam föl, tehát a gúnyolodás déban akkor is elővet, de találkoztunk, és mivel én már 22 éves voltam, és volt bennem már fogékonyság bőven az irodalomra is, meg egyéb dolgokra. És ő pont ilyen beállítottságú volt, zseniálisummal rendelkezett, nagy műveltségű volt, a Széchenyi Könyvtárban dolgozott, szerintem nálam sokkal jobban fogalmazott. Mindig az eredeti a legjobb, tehát hogy akkor már bőven tudtam értékelni, és az a másfél év az csodálatos volt, tehát az, az, az jól sikerült. Ott, ott minden pont úgy történt, ahogy történnie kellett. Ott minden apróságnak jelentősége volt, súlya volt, hitele volt, az, az, az volt az aranykor. Talán az a másfél év volt életem legboldogabb időszaka. Ezeket a történeteket nyilván magadban hordoztad, mikor kezdted el kiírni magadból, és hogy hol fogad meg az először humor színpadán, versekben, regényekben? Verseket már nyolc éves koromban is írtam, bár nem tudom, hogy azok milyen versek voltak. De nyilván azért, mert hogy segítsen egyébként egy lelkire földolgozni az akkori traumákat. De nem azért, tehát az ilyen tudatosságban tudatosság nem munkált. Szerintem nem De ön tudatlanul volt. is gondolom azt a célt szolgálta. vagy valami, tehát nyilván a lírai alkat az alapból adott volt, nem mondod, édesapád révén is benned lehetett ez a fajta hajlam vagy ösztön. De a, de a segítség, az irodalom segítsége, az kvázi neked segített a, 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 vagy ott volt az életedben úgy is, hogy a magánéletedben segítségként volt jelen. Nem? Abszolút, tehát hogy 8 éves koromban ezt elkezdtem és 24 éves koromig csak verseket írtam és utána regényt kezdtem, regényeket kezdtem elírni. Aztán most 4 öt évvel ezelőtt meginverseket, vagy 3-4 évvel ezelőtt, és most remélem, hogy újra regény, tehát édesapámról fog szólni. Ugye minden múdi elemben a főhős pedig ír egy könyvet az apjáról, és a válságban van, az én vagyok, az a főhős. <laughs> De a, ami, ami, a, amiről te beszélsz, tehát hogy terápiás jelleggel is lehet írni, abban lehet valami, hiszen nagyon sokat kellett írnom, amíg a Apukámnak nem kellett megbocsátani, mert velem tényleg meghit volt a kapcsolatunk. Anyukámnak kellett megbocsájtani, és, és ahhoz, ahhoz, viszont sok idő kellett, és lehet, hogy az írás nélkül nem tudtam volna megbocsátani neki. Ezt egyébként elfogadom, hogy ha belegondolok, akkor, akkor ilyen szempontból teljes mértékben igazad van. A, az embernek a pályáját is, meg nyilván az, az életét is tanító tanítómesterek, segítők. Hozzá, hogy viszonyultak nagy humoristák, tehát akik már akkor a pályán voltak, a pálya csúcsán voltak, amikor te elkezdtél egyébként ezzel foglalkozni, vagy akár írók, szerzők, akik, vagy költők, akik azt tudták mondani, hogy na, igen, fiam, oké, írsz, nézzünk rá, vagy volt-e ilyen egyáltalán? Hát érdemes a kettőt külön választani. Hú, ez, ez is bonyolult, hogy a humorhoz hogyan viszonyul az ember. Mert ott, azért, ott van egy farkasházi tivadar, aki például segített, amennyire én tudom neked elindulni például. Meg a Sinkó Péter uh -huh. is valóban. Hú, ez nagyon magyarult. Tehát sokáig, ugye mind, amíg fiatal voltam, azt mondtam, hogy van 21 hangom, vagy 40, vagy 50. És parodistaként, tehát hogy az identitásom parodistaként jelölte meg azt, amivel foglalkozom. Mm. Tehát klasszikus értelemben véve nem tudom, hogy mennyire nevezhetem magam humoristának, ha nagyon őszinte akarok lenni. Tehát a műfai besorolásom az inkább parodista, de nyilván van humorérzékem is, meg rutin, meg nagyon sok minden, de ami a, a, a legbelsőbb művészi ambíciókat illeti, azért az írása a legnagyobb szerelem. És persze a paródia jól jött, hiszen a megfigyelő képességem az, az, szerintem egészen egyedi, bár én magamat nem szeretem dicselni, de hogy, hogy az tök jó, hogy az, ember a lega, hogy az embernek a legapróbb részletek sem kerülik el a figyelmét, és minden, minden apróságra képes odafigyelni. És ilyen értelemben a paródia és az írás a kéz a kézben járt. De az, hogy a humor, hát nem tudom, sosem gondoltam magamra úgy, hogy észpontó humorom lett, de. Tehát, hogy én, én, én nem tudom, tehát azt, azt nem merném mondani, hogy hogy jó humorom van. Apukámnak zseniális humora volt nekem. Tehát azt, azt, azt úgy nem örököltem. És egyébként a anyukámnak is. A pa, ő parodizált is a gimnáziumban, azt tudom. A, 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 a családi legendáriumból hát, lehetett tudni, hogy ő, hogy ő jól parodizált, hmm. és, és meglehetősen idétlen volt a groteszk érzéke, de egyszerűen azért azt nem gondolnám, hogy hogy, hogy olyan humorérzéken rendelkeztem volna, mint az őseim. Arra, hogy te jól tudsz parodizálni, arra mikor jöttél rá, vagy milyen, milyen formában? Üff, valószínűleg úgy, hogy sok megszégyenítő helyzetbe kerültem intézetben, a iskolában, amikor kiközösítettek, és bárki támadt nekem, és, és ott abban a pillanatban nem tudtam csattanós válaszsal élni, vagy replikázni, nem voltam egy vagány srác, viszont amikor hazamentem, visszahúzódó alkat lévén, a paródia segítségével fel tudtam dolgozni ezeket a traumákat, és úgy éreztem magam, amit, amit is mondta, hogy kinevetlek titeket, és bosszú, bosszút állok. Tehát abban a pillanatban, hogy valakit jól le tud utánozni az ember, akkor az már ki van pipálva, akkor már felülemelkedett, úgy érzi, hogy azt az embert ismeri minden szempontból, minden tekintetben, és mivel jól utánozza, ezért csak egy karakter a sok közül, egy klisé, egy szánalmas klisé, és ez, ezért ez a, ez a képesség egész korán kapóra jött számomra. Így, így jött talán a, a paródia, mint műfaj az életembe. És a versek, amik neked meghatározóak az életedben, a saját verseid, de kik voltak szerzőként hatása? Tehát mely költők voltak, akiket szívesen, olva, vagy mely, mely versek határozták meg az életed, mielőtt te is versekkel kezdtél volna foglalkozni? Babics Mihály az nagy szerelem volt, ugye Zsíjoma Políner, akit nagyon szeretek, de ez is nehéz. Ü, igaziból, tehát a költészetben nem nagyon volt vagy vagy mesterem, de persze még mondhatnék, néhány, néhány költőt. Rilkét is szeretem. De, de olyan költő kevés van, akit, a, a, akinek, a, akiknek a költészetibe beleszerettem volna. Apollinernek ez a bizonyos más az egy szép vöröses szőkéhez, ami már címében is árulkodó. Na ez hogy keveredett a te életedbe? Ö, ezt, ezt, Szilágyi Tibortól hallottam három évvel ezelőtt nem tudom, hogy hogy keveredett hozzám ez a felvétel, és akkor nagyon megfogott. Tehát úgy éreztem, hogy, hogy aki így ír, az, az... Tehát aki így tud írni, az mindent tud. Guillaume Apolliner 1880-ban született Rómában. Gyerekkora Bagívánihoz hasonlóan sokszor volt bizonytalan. Miután olasz katonatisztapja elhagyta lengyel grófnő édesanyját, Apollinerrel egész gyerekkorában járták Európa országait, így iskoláit Monakóban, Kánban és Nizzában járta ki. Az első világháború kitörése után jelentkezett a hadseregbe, ahol 1916 márciusában egy gránátszilánk átrepesztette a sisakját. Ezután fejét élete végéig vaspánt fogta össze. Apollinert szabad asszociációi, fantáziadós megfogalmazásai miatt a szürrealizmus atyának is tartják. Szerintem nem lehet eléggé elmélyedni ennek a versnek az aspektusaiba. Gyönyörű, szerintem minden szempontból. A gyönyörűsége az hol fogott meg? Tehát mi az, ami, ami számodra... amikor azt mondtad, hogy oké, okay, a verse való találkozás, az nem csak annyi, hogy én megtalálom a verset, hanem valóban a vers is meg tudott találni. Nem is kell, hogy... Még, tehát, hogy mondjam, tehát, hogy... Akár hónapokig nem is érdekeltek a szavak, meg a jelentésbeli sokszínűségük sem, csak a zeneiség, a ritmus, az áradása, a, a, a versnek a habitusa, energetikája, kisugárzása, nem tudom, ami, ami teljesen egyedivé teszi ezt a verset. És aztán szépen, lassan az ember hosszú évek alatt elmélyed az értelmezésében is. De egy csodálatos vers. Apolliner amilyen szegény volt, annyira gazdag volt az érzelmi világa. Több nagy szerelme után 1918-ban ismerte meg Jacqueline Kolbót. Ő volt az a szép vöröses szőke, akihez azonos című versét írta. De rövid ideig lehettek csak boldogok, mert néhány hónap házasság után Apollinert a spanyol nátha elragadta. Bagi Iván a francia költőhöz hasonlóan úgy érzi, művészként nem mindig értik meg, és ő is nehezebben tud alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz. A Szép Vöröses Szőkéhez című vers az, ami a humoristát mindig megnyugtatja, és erőt ad, amikor úgy érzi, perifériára kerül. Ittben vagyok a férfi kornyarában és itt a képernyő közepén. De csak azért, hogy figyelmeztesselek, hogy ne felejts el feliratkozni a csatornámra, és megnyomni a kis csengőt, hogy a következő adásról sem maradj le. Balra át, egy, kettő. Hangulatokat keresel egyébként? Tehát, hogy úgy, úgy éled az életet, hogy megpróbálod azokat a fajta atmoszférikus dolgokat, amik szembe veled, vagy amiben belecsöppensz, megörökíteni, akár nem csak írás szempontjából, hanem hogy oké, okay, erre erről egy verset eszembe, vagy egy emlékként eltárolom magamban, ezek így maradnak. Hogyne. Ezért szeretem a filmeket is, a különleges szóösszetételeket, bármi, ami. ami ami nem a, a napi monotóniához köthető szervesen. Azt hiszem, hogy gimnáziumban ezt így, a gimnazista koromban ezt így fogalmaztam meg, hogy úgy zavar, mint zenével támasztott hangulat, vagy hamis és hiteltelen, vagy mindennél fontosabb. Hm. Tehát, hogy persze nagyon keresem ezeket a semmilyen sem fogható hangul, eredeti hangulatokat. Sokban meg elég. eredeti embereket is, de hát abból nagyon kevés. Nos, ha eredeti emberekről beszélünk, az eredeti ember... A vagányság, az eredetiség, az őszintesség. De amikor például valamilyen fajta karaktert próbálsz meg megfogni, csak azért egy pillanatra visszatérjek, akkor is azt próbálod megnézni, hogy mi az, ami tényleg eredeti egy emberben, vagy ami ennek mutatja magát, mert ez egy fontos kérdés. Hú, ez egy nagyon nehéz dolog, nagyon kritikus természetem van, de hogyha valakinek tényleg el kell sajátítani a karakterét, szerencsére ma már kevés ilyen feladat talál meg, mert ez, ez elég kemény munka. De hogy előbb-utóbb megkedvelem, tehát ahogy átlé átlényegülök, a bőrébe bújok, ő, 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 hogy mondjam, tehát hogy ő leszek, um, megkedvelem, még akkor is, hogyha, hogyha megjátszós vagy, vagy őszintétlen. Ez furcsa dolog. Ez egy ilyen skizofrén helyzet de, de persze, te van olyan, aki meg nagyon, nagyon komoly, és azt tetszik benne, hogy nagyon hamis és nagyon hazug, és akkor abban lehet fürdőzni, hát nyilván az egy, az egy hálás, hálás, dolog. Sok könyved jött ki. <laughs> azt hittem, hogy sok kavó. <laughs> Nem, csak hogy nyilván, mert hogy, hogy, nagyon sok minden szól karakterekről például a könyveidben, tehát nagyon komoly, komolyan felelhetők ember, emberi vonások, emberi érzések, emberi történések, tehát amik szorosan hozzátartoznak a hétköznapjainkhoz, de nem biztos, hogy fölfedeznénk őket, hogyha ezek nem lennének leírva. Nyilván olyan fajta érzésekkel társítva, amik benned megfogalmazódnak. Ö, az, ebben a könyvben, az Egy a Semmiből című könyvben, ebben van ez a vers, az Ők és Én. Te hívtad föl rá a figyelmet, nem árulok el nagy titkot vele. mert azt mondod, hogy a melósok a legkevésbé megértők velem szemben. Az élet nevében ítélnek el, és ítéletüknek megsemmisítő ereje van. Harsány hangjukkal felveri gondolataimat búvó helyeiken. Csak addig tudok velük együttérző lenni, amíg nem kötnek belém. Persze nem mondhatom, hogy nincs igaz a kétkezi munkásoknak. Izmaim sosem tudtak eléggé kemények lenni, fejem nem volt ólomból, tagjaim tétlenségben puhultak el, zsigereim ritkán tapasztalhatták meg a dolgos emberek elementáris kimerültségét. Mi használnak születtem, hogy elgondolhassam mindazt, amire a többieknek nincs energiája. Ezt tényleg ennyire sarkosan látod? Másképp nem láthatom egyébként. Az a furcsa, hogy, hogy ennek a versnek a születése után olvastam a Lotte Weimarban című Thomas Mann regényt, és ott is sokat foglalkozik a Thomas Mann a, a művészeknek a, a identitásával. Azt hiszem, ott van egy költő, aki azt mondja, hogy ő, hogy ő nagyon lusta, nagyon semmire kellő, illetve azt hiszem, hogy szárt és kemű levelezésében is van egy ilyen rész, amikor azt mondja az egyik a másiknak, hogy milyen vicces, hogy utólag mindenki azt fogja mondani, hogy mennyit dolgozott és szüntelenül egy láng, lelkű, csodálatos alkotó volt, egy fantasztikus művész, és mondta, hogy ha, pedig ha belegondolok, jó, ha életemben két-három hónapot dolgoztam összesen. Tehát, hogy, hogy, mindig a művészben, ha magamat annak nevezhetem, igen szerényen, de megvan a, 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 a bűntudat. Szóval az egyik közösségi portál az oldalamra egy olyan üzenet érkezett egy néhány héttel ezelőtt, amiben az egyik, egyik olvasó konkrétan kérdőre mondta József Attila életét, hogy hogy lehet az, hogy annyit siránkozott és nem ment inkább be dolgozni. Mondok, mondok, ezzel kapcsolatban még egy érdekeset. Volt nekünk egy, egy sofőrünk, Samunak sajnos már nem él, és mondta, hogy ismertem József Attilát családilag. És ez a Samu is egy ilyen gyakorlatilag kemény, érdes lelkű valaki volt, és mondta, hogy semmire kellő, aljas, senkiházi naplópó. Tehát, hogy azért most nem akarok ilyen sarkosan, sarkos példákat felhozni, de az biztos, hogy bennem is megvan ez a bűntudat. Apukám mondta, ő is, hogy ő is egyébként művész volt hogy ő akkor dolgozik, ő a takarításra gondolt, meg vasárnap takarított, amikor, amikor mindenki pihen. És akkor, és ő, sőt, magáról is mesélte, hogy nem szerették a lányos házaknál, amikor az új udvarló délelőtt 11-kor sejjebb köntösbe megjelent szív a szájában, hogy, 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 hogy miben segíthet. Szóval, hogy, hogy igen, ilyen vagyok, de néha azért úgy, lehet, hogy ez is kizofrénia, de hogy hiányzik a, az dolgos emberek élete, de lehet, hogy csak azért hiányzik, mert hogy, hogy nekik meg, lehet, hogy titkon meg hiányzik a művészek élet, hogy nekik milyen jó, meg milyen könnyű. Ezek bonyolult kérdések. Azzal próbálkoztál, hogy ami nyilván nehéz, mert hogy nem lehet annyira sarkosan megfogalmazni az embereket, vagy definiálni az embereket, mint amennyire beszélünk bizonyos tulajdonságról, vagy magatartás egyekről, hogy adott embertípust próbálj meg megjeleníteni, amit Hofi csinált. Tehát ő ugye a nép közül jövő ember volt, és azt gondolta, hogy, hogy ennek egy kiváló... A fél... színészi kvalitásokra uh -huh. nem szükség. Hát azért nem mondod, hogy benned nincsen akkor, amikor valaki De meg kell persze, az eszközrendszer az ugyanaz lényegében. Sőt, nagyon vonzanak, ha már a munkás embereknél tartunk, szeretem a nyers, őszinte, gátlástalan embereket, akik, akik nem töprengenek annyit, nem lelkizős alkatok, nincs nagy belső világuk. Nincs nem pészi, feltétlenül hanem a szellem emberei. Igen, szállam. és ez, ez a fajta gátlástalanság és keresetlen őszintesség engem mindig irítségbe taszított. Tehát, hogy mindig irigyeltem az ilyen embereket. A te környezetedben egyébként mennyire tolerálják, vagy tolerálták, inkább múlt fogalmaznék, azt a fajta attitűdöt, amivel te rendelkezel. Tehát a te saját környezeted szerette azt, hogy te inkább írni szeretsz ezekről a dolgokról, hogy, hogy humorizálsz, mennyire tette például a párkapcsolataidat könnyűvé. Az a dolog nem az, nem az, ismertség, hanem az, amivel foglalkozol, vagy amilyen fajta szemléletmóddal rendelkezel. szerintem, hogy mondjam, bizonyos esetekben jó a művész, hogy lehet velük akár villogni egy kicsit, de, de hosszú távon nem. Tehát hosszú távon nem, nem fogadhatják el. De ez nem is baj. Tehát ugye Apolliner az egy vörösszeszőkér szími versében erről ír, hogy, hogy azt kéri, hogy írgalmazzanak neki. És elkezd magyarázkodni, hogy mi mindennel foglalkozik. A jóság tájait próbálja felfedezni, új utakat találni, kinyilatkoztatások, megállapítások minden, minden tudományjal, filozófiával, irodalommal foglalkozni, meg a kultúra, ami nélkül szerintem egyik ország sem tud felmutatni maradandó teljesítményt. Tehát a kultúra az, a, az egy olyan kovász, ami, amire szerintem borzalmas nagy szükség van, de de mind, ez, ez mindig ilyen lesz, és erről Thomas Mann is rengetegszer írt, ezt el kell fogadni, szerintem. Föl-föl, fiúk, csak semmi félelem, bár zordaharc, megéri a világ, ha megízleled a YouTube csatornát. De ne felejtsd el feliratkozni, és megnyomni a kis csengőt, és találkozunk. Szerették-e azt, hosszú távon könnyen viselték-e el azt, amilyen te vagy? Tehát mennyire, mennyire tudtál te visszavonulni a te magányodba, az intim szférádba, mennyire voltak képesek eltűrni azt, hogy neked van ilyen egyáltalán? Szerintem azt még csak-csak elviselték, de valóban hosszú távon ők úgy érezték, hogy nem lehet rám építeni. Én Ez így, így volt egyébként szerinted is? Hogy mondjam, az nem jó, ha egy művész összönösen azt gondolja a gyakorlatilag emberekről, hogy, hogy az érdekek mentén alakítják ki az életüket. Apukám mondta, hogy gyerekkorban kötetnek igazbarátságok, felnőtt korban már csak érdekszövetségek. Gőte mondja azt, hogy ha valakiben kiszúrom az érdeket, akkor elkedvetlenedem nem jó, nem jó, el kell fogadni, hogy a gyakorlatilag emberek, azok pragmatisták, racionálisak, földhöz ragadtak, nincs ezzel semmi gond. Szerintem, hogyha az ember képes őket megérteni és elfogadni, sőt, bizonyos értelemben fel is néz rájuk, hiszen felelősségteljesebben gondolkodnak, akkor nincs ezzel semmi probléma. Felvállod az értékeidet minden fórumon, azt is lehet tudni, hogy nyíltan jobb oldali embernek vallod magad, az is vagy. Ez például mennyire, mennyire könnyíti meg az életedet? Például, tehát fiatalokkal, középkorú emberekkel, idősekkel való találkozáskor, hiszen vannak ugye élő, normális esetben, amikor nincsen mondjuk pandémia, tehát nincs világjárvány miatti korlátozás, akkor lehet találkozni emberekkel normálisan. Föllépsz. Hogy viszonyulnak hozzá ez? Például, ma, amikor nagyon kiélezett a társadalomban az, hogy ki hova tart, mindenki meg akarja határozni hogy valaki, hova tartozik, azzal szembesülsz, hogy valaki azért nem fogad el, vagy mert ilyen vagy, vagy azért akar elfogadni, mert ilyen vagy? De hát hiszen a gimnáziumban is, meg általános iskolában is kiközösítettek viccelek. Nem nagyon értette vészót az emberekkel, és előbb-utóbb aztán nem is született, vagy nem formálódott meg, vagy nem. Ő hmm, kristályosodott ki bennem az az igény, hogy hogy nagy baráti köröm legyen. Szerintem ők ők más látnak egy művészben, vagy más látnak egy ismert emberben, oda jönnek, beszélgetnek velem, a politika egyébként nem nyomja rá erre a bélyeget. Ez én én azért annyira, dolog, hogy én, nem, én nem legetni. vagyok egy vélekszájú. Ember néhány dologban persze nyilatkoztam, hogy elmondtam a véleményemet, de de nem gondolnám, az egyik hogy egy fontos, hogy tehát Nekem hogy bizonyos, bizonyos kor után fontos ember, hogy... volt. Igen, mert szerintem sorsfordító időket él a világ minden szempontból, és, és egy bizonyos életkor után nem baj, hogyha az ember meri a saját véleményét. De visszatérve a... Uh -huh. a... Igen. Az emberekre, hogy oda jön nagyon boldog, és aztán eljön, hogy ez egy unalmas magának való ember. Hogy a Gábor, hogy én egy unalmas ember vagyok, és otthon ülök, és várom a nyugdíjat. Gyerekek. <laughs> Tehát, hogy, hogy hogy mire számítanak. Ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog. Nyilván az ember vágyna, persze, a ábránképpenben képenben szerepel egy, egy baráti kör, ahol ugratjuk egymást, ahol sok minden ér, nem éri az ember, de sok mindent lehet és megengedhetünk magunknak, de ez, ez, ez nem így alakult, de még alakulhat így is. Most éppen ez a helyzet nem ilyen valószínűleg, tényleg autisztikus jegyeket mutatok, vagy egy kicsit autista vagyok, fogalmam sincs. <laughs> Gyerekkorodból vannak emberek, akikkel tartjátok a kapcsolatot? Tehát a, a, akár a fóti részről, akár máshonnan olyan, olyan gyerekek, akikkel felnőttél és mondjuk jó visszagondolni rájuk. Van, van akiben tartod a kapcsolatot? Van, bármilyen... Van szemben. egy gyerekkori barátom a gimnáziumból, de nagy, ez is nagyon furcsa, hogy tot, családot alapítottak, nem elégedettek nyilván az életükkel, egzisztenciájukkal, és van bennük azért egy rossz alul irigykedés, és mindig magyarázkodnia kell az embernek. Megváltoznak, amit mond a Román Roland, hogy a általában az emberek 16, Maximum 18 éves korukig élnek, szellemileg, hmm. érzelmileg, lelkileg, és utána majd csak 50-60 évvel később teszik a testüket is a sírba. Tehát, hogy én nem is várom egy olyan embertől, tehát ha van találkozó, akkor mindig meglepődünk, nem? Hogy hogy mennyire feladták a gyermekkori álmaikat, meg, meg mindent, ami, ami fontos volt nekik. Nem baj, hogy beálltak a sorba, mert tehát az, hogy családot alapítasz, szerintem annál nincs fontosabb az, hogy helytálsz nap, mint nap, annál sincs. De, de biztos, hogy az emberekben titkon, tudat alatt azért megvan az igény arra, hogy, 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 hogy egy kicsit le tudjanak ereszteni időnként, mint a gumimatrac, el tudjanak menni egy jó színházi előadásra, elutazhassanak, vagy csak a barátaikkal iszogathassanak, sörözgethessenek. Tehát, hogy, hogy ott még töredékeiben él ez a vágy az emberekben, hogy, 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 hogy mondjam, hogy a lelkük élő és eleven legyen. És szenvedélyes. Ez fontos. Ha így belegondolsz, hogy mit hoz számodra a jövő, hogy mit tartogat még számodra a jövő, akkor mi az, ami, ami felé szeretné? Tehát van-e olyan, olyan fajta ö, álomképes saját magad jövét illetően, mindegy, hogy szakmai, magánéleti, emberi vonalon, amit, amit tényleg úgy igazán vágynál? Amire azt mondja Kosztolányi Dezső a, a Boldog dalban, hogy a végén, hogy mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt e világ, most már nem vagyok otthon az égben. Neked van-e olyan, ami miatt azt tudod mondani, hogy igen, itthon vagyok itt e világban, vagy szeretnék itthon lenni? Nekem az írás, tehát hogy ezt a nagy regény megírhat, nem soha hosszú távra nem tervezek. Tehát, hogy, hogy azt meg kell élni, vagy a, odáig el kell jutni. De most egyébként jól érzem magam. Nem, nem tudom. Az, az, írás, tehát, hogy ezt a nagy regényt megírhassam, sem, ez fontos. Hát én ezt neked nagyon sok erőt kívánok. Hoztam egy kis útravalót. Vigasztaló útra? Nem, igen. <laughs> igen, de igazából téged kevésbé kell vigasztani, azt gondolom. Útravaló viszont mindig jól jön, az ember éhes egy fogácsa. <laughs> ja, is, ha más nem. Méghozzá Turci ispántól, kiváló kortárs költő barátomtól, amíg azt mondja, hogy mi ez, kérdezik, árzpoétika? Csak semmi töredelmes vallomás, vérző, hazafi vagy keserű látomás, maradnak gyűrött szokásaim, ha néha rám köszönnek az angyalok, ha megérintenek az idő szélütései, viccentéseim mögött alig látszik belőlem valami. A vonatfütyről tudom, hogy mégiscsak én vagyok. Esküszöm, ilyenkor szőkébbek velem a hajnalok. Legyen neked is minden hajnal egy picit szőke, vagy hogyha éppen Apollinernél tartunk, akkor lehet, hogy vörös. De vörös hogy eszőke. Vörös eszőke. de hogy tartok sok-sok ilyen izgalmas meglepetést, és ne érdekeljen nagyon a világ, hanem az, hogy te ki akarsz lenni benne, és azáltal váltsd azt kívánom neked. Köszönöm Jó. szépen. Jó, köszönöm. Bagi természetesen az Apolliner verset most végignézzük együtt, azért, hogy a nézőnek is meg tudjuk mutatni. És mindemellett mindenkit arra biztatok, hogy ne menjenek azért nagyon messzire. Ha kíváncsiak rá, akkor egy következő epizódot is meg tudnak nézni. És persze iratkozzon fel a YouTube csatornámra, mindjárt mutatjuk, hogy ki a következő vendég a sorok között. Émi ember vagyok. Megfontolt és okos. Már ismerem az életet és halált. Mindazt, mit ismerhet ki élt akit fájdalom és emelt örömszerelmi szenvedély. Ki elhitte már eszméit néha-néha, sok nyelvet ismer és mindenfelé sok tájon át utazgatott. Járt háborúban, s látta a gyalogság és tüzérség harcait. Fejsebet kapott, meglékelték, míg kloroformtól részegen aludt. és a szörnyű küzdelemben elvesztette legjobb társait. Mindazt tudom az újról, s régiről, amit ezekről így egy ember egymagában tudhat. És anélkül, hogy feldúlna ma ez a közöttünk s értünk zajló harc, barátaim, elítélem a hagyomány a lelemény e hosszú vadvitáját. A kalandos, a rend pörpatvarát. Ti, akiknek a szája Isten szájához hasonló. E száj maga a rend. Legyetek elnézők, ha minket összemértek azokkal, akik ápolják és folytatják -e rendet. Mi a kalandot kergetjük mindenfelé. Nem ellenetek harcolunk mi, csak az óriás és furcsa birtokokra vágyunk, ahol a virágzó rejtelem hajlunk felénk. Új tüzek lobognak ott, s eddig nem látott színek. Ezernyi sújtalan lebegő látomás. És ezekből kell valóságot teremtenünk. Brodi János lesz következő adásunk vendége. A kiváló zenész és szerző a versírásról és a szövegírásról mesél nekünk. Azt állítja, hogy állítólag a költők hallják a dallamot, és bizony, amikor papírra vetnek néhány sort, akkor ezeknek nem csak értelme, hanem dallama is van. Egy adi verssel érkezik Luther Imréhez, mégpedig az Illés Szekerin című művel, hogy miért fontos számára ez a mű, hiszen ezt adta lemeze címéül is, és mit jelent számára az a rengeteg siker, amit karrierje során elér. Erről mesél nekünk a következő adásunkban. A következő vendég a sorok között, Bródi János. Volt olyan -e szöveg, amit valaki végül nem fogadott el tőled? Mert úgy érezte, hogy az nem az övé, tehát ilyen előfordult. Hát, olyasmi volt, hogy írtam valakinek szöveget, és akkor kért benne javításokat. Hát, hogy ne legyen név nélkül, a, a gyakran kér, Én mert persze. <laughs> Könnyű Na... vele így együtt dolgozni? <laughs> Na, mindenre kiterjedő figyelme van, és nagyon megválogatja azokat a szavakat, amiket ő hajlandó a színpadon elénekelni. Hallhatatlannak még nem érzem magam, de hallhatatlannak már gyakran. Én a magyar kultúra terméke vagyok, és ezért a kultúráért némi felelősségem van, hogy ez hogy alakul. És én szeretném, hogy ez a kultúra, ez, ez továbbra is egy európai kultúra legyen. Fontos, a versek mindegyike megnézhető, meghallgatható a YouTube csatornámon. Iratkozzon fel, hogy ne maradjon le. A műsor igaz történeteken alapul. Az adásban megjelenő szereplők valós személyek. A történeteik hasonlósága más emberekéhez, pusztán a véletlen műve. A versek által okozott katarzisért a műsor készítői felelősséget vállalnak. A felvételben partnerünk az Erla Technopró Kft. A műsor támogatója a Blink. Simple on you. Viselj verset. Kalázdi Kerekes Kft. Belső építészet felsőfokon. Gyulai járt, emelj művészetet a stílusodba. Együttműködő partnerünk a Versmondó folyóirat. Hangot adunk a versnek. Magyar Versmondók egyesülete. A dolgok változnak a vers örök.